Jó, na itt az alap helyzetet mutatom, ugye jobb lebenyben van egy gömb, ez sokkal egyszerűbb szituáció. Ugye itt egy sok-sok cisztikus rész van benne, viszonylag több a vonalszerű, és hát főként az, hogy a cisztikus területek mögött helyezkedik el. A másik, ami baromi fontos, hogy sose egyenlőnk van, ez nagyjából egy teljesen szabályosnak tekinthető gömb. Tehát az egy papilláris ráknál ilyen nagyon szabályos gömböt, nem mondom, hogy sose látunk, de ez így önmagában megnyugtató. És hát ugye itt van a ciszta mögötti, ez a back wall cystic figure, talán itt is látjátok, itt is van egy kis cisztikus terület, tehát azért ez egy egészen más dolog. És akkor itt, na, ezt majd a második részben is mutatom, de azért már itt is mutatom, ami fontos. Ha megtalálom még egyszer, nem találom, de még egyszer visszamegyek oda. Egy darab teljesen típusos, ez az. Itt, ez a Comet Tail artifact. Majd még egyszer elmegyek, mert a végén lassítva is fogom mutatni, tehát most kár ezzel vergődnöm. De ugye a kórai ajánlás az azt mondja, hogy ha egy göbben van Comet Tail artifact, azt a legkevésbé gyanús csoportba sorolják, bármit mutat a göb. Tehát azt mondják, hogy annyira jellegzetes ez a tűzcsóvaszerű műanyagaja, hogy bármilyen gyanús irányt mutató gömbnél a Comet Tail artifactnak a léte az egyet jelent azzal, hogy nem is kell megszúrni. Hát ez a koreai ajánlás, a többi rendszer ezt nem veszi így egy az egybe át, de azért nem véletlen mondták ezt a koreaiak. Tehát hogyha ilyen egyetlen egy ilyen típusos műanyagaját látunk, az már segít. Hát ez most ugyanez lassítva, nagyítva, sok-sok vonalszerű van, ugye, folyadékot tartalmazó részek mögött helyezkedik el. Ugyan dominál a granuláció, de ez azt gondolom, hogy ebben olyan nagyon nem kéne kétségbe esnünk. Na itt van, tehát itt meg is állítottam. Tehát ez egy típusos, tehát ugye itt van a kolloid kristály, és akkor mögötte ez a tűzcsóvaszerű műanyagja. Mondom még egyszer, a kóreaiak azt állítják, hogy ha egyetlen egy ilyet látsz egy göbben, akkor nem érdemes megszúrni. Ez biztos, hogy típusos esetben jó esélye igazuk is van, azért nagyon gyakori, hogy a Comet Tail artifact nem ennyire szép típusos, mint ebben a helyzetben, de ugye ennek a mai megbeszélésnek a célja ezek az intranoduláris gócoknak a taglalása, tehát ugye már láttunk itt back wall figurát, az előbb láttunk nagyon gyanús mikrokalcifikációt, itt a Comet Tail artifact, tehát már a négy vagy öt lehetségesből már hármat láttunk. Tehát ez egyébként persze nagyon könnyen félreértelmezik. Tehát itt is megnézitek, itt előtte világosan ez egy echomentes rész. Nem kell hozzá nagy ciszta. Tehát itt van egy jó nagy cisztikus terület, itt mögötte kevés a kétségünk. Itt lehetne, csak azt mondom, hogy ha az egészet nézi az ember, akkor erre vétek azt mondani, hogy ez mikrokalcifikáció. Nem tudom, érthető ez, átjön ez így. Na most egyébként nem véletlen, hogy ez most már a harmadik ilyen megbeszélésünk, és mind a háromszor ezek, ha más téma kapcsán is, mondjuk először a cisztákról beszéltünk, másodjára az echo szegénységről, most maga ezek az intranodális képetek a téma, de mégis ez az, ami uralja, ugyanis ez az a jel, tehát gyakorlatilag a mikrokalcifikációnak a korrekt értelmezése az nagyon fontos a gyakorlat szempontjából. Tehát az, hogy most szabálytalan a határa, meg Toller than white sign, meg van egy rakat ilyen jelünk persze, de azért a kritikus dolog az a mikrokalcifikáció korrekt értelmezése. Hát nem tudom, van ezzel a második esettel kapcsolatban kérdésetek? Nincs? Hát akkor ma gyorsan haladunk, akkor megyünk a harmadikhoz.